Biztonságos és ellenőrzött élelmiszereket a fogyasztók asztalára. Ez volt az idei élelmiszeripari konferencia fő témája. A Nyíregyházi Egyetemen tartott rendezvény jó lehetőség volt arra is, hogy kapcsolatok épülhessenek a gazdaság szereplői és a tudományos szakma között. Az agrárvállalkozások pedig termékbemutatót tartottak. Biztonságos, egészséges és hazai élelmiszereket állítottak ki a standoknál a termelők, a kereskedők. Nézelődtek, kóstolgattak az érdeklődők és a szakmabeliek is a termékbemutatón. A Nyíregyházi Egyetemen tartott rendezvény célja az volt, hogy bemutassa azokat a megyében működő vállalkozásokat, amelyek adnak az élelmiszerbiztonságra és a minőségre. A Földművelésügyi Minisztérium, a Termőföldtől az Asztalig elnevezésű programja a termékek nyomon követhetőségét garantálja, és a magyar zöldséget, gyümölcsöt népszerűsíti. Ennek örülnek a hazai termelők, de sajnos áraik sokszor alul maradnak a külföldi termékekkel szemben. A NÉBIK ellenőrzései viszont kiszűrik a kétes eredetű élelmiszereket, termékeket. A ellenőrző hatóságoktól még többet elvárnának ahhoz, hogy ha csak most visszagondolunk a lengyel almának a megjelenésére, a Magyarországon 2016-ban alig termett annyi alma, hogy a felhasználást kielégítse, a magyar fogyasztást kielégítse, és mégis olyan nyomott áron kerül értékesítésre a lengyel országban bekövetkezett csúcstermés miatt, hogy már aggódunk amiatt, hogy ez is az emberek kedvét elveszi, a gazdálkodása nem nyereségesé válik. Kötelező új jelölést használni a burgonyánál. Szeptembertől a csomagolatlan és az ömlesztve árult étkezési burgonyánál is alkalmazni kell a besorolást, ami megmutatja az áru származási helyét, fajtáját és a jellemző főzési típusáról is tájékozódhatnak a vásárlók. Az új szabályoknak köszönhetően lényegesen jobb alapanyag kerül a konyhába. 10 évvel ezelőtt elkezdődött a gasztronómiában egy nagyon csúnya szóval élve egy forradalom. Ez megköveteli azt, hogy a mezőgazdasági termelők olyan termékeket állítsanak elő, amely pontosan, akár napra készen, ugyanolyan minőségben és legfőképpen mennyiségben kerüljenek be az éttermek asztalára, és meggyőződéssel nem csak nekem, hanem az általam vezetett szervezetnek, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek, hogy a magyar termékeket, a kiváló minőségű magyar termékeket a legjobban az éttermek asztalain vagy az étlapon lehet a legjobban prezentálni. És természetesen a világversenyekről hazatérve a magyar versenyzők megmutatták azt, hogy igenis magyar termékekkel nagyon szép eredményeket lehet elérni. Az idei élelmiszeripari konferenciát a Primom Alapítvány kezdeményezte. A szervezet és a Nyíregyházi Egyetem együttműködik agrár- és élelmiszeripari programokban is. Az egyetem egyes kutatásai a mezőgazdasági vállalkozásokat segítik. A hozamfokozásnak a kérdéskörével is foglalkozunk, különböző hagyományos és nem hagyományos hozamfokozók használatának a hozamra gyakorolt hatását vizsgáljuk, vannak ilyen partnereink, akik ezt várják tőlünk, illetve ezzel bíznak meg minket. Az idei tanévben 35%-kal jelentkeztek többen agrármérnöknek és élelmiszeripari műszaki vonalon is emelkedett a hallgatók száma. A szakokat hamarosan bekapcsolják a duális képzésbe. Azt gondolom, hogy ez valóban fontos, hogy ezek a hallgatók, akik a mezőgazdasággal foglalkoznak, a mezőgazdasági ismereteiket szeretnék bővíteni, ne csak az általános ismeretekkel legyenek tisztában, hanem azokkal az irányvonalakkal, azokkal az új technológiákkal és új módszerekkel, amelyek megjelennek a mindennapokban. Igyekszünk ezeket természetesen beépíteni a képzési kínálatunkba, magába a tantervekbe, tehát egy tantervnek a átdolgozása az nem egyik pillanatról a másikra megy. Ezért ezek a konferenciák, ahol ilyen újdonságok hallhatók, ezért is fontosak, hogy egyrészt az oktatóink, másrészt a hallgatóink is ezekről az új módszerekről információhoz juthassanak. A szakmai előadásokon a gazdálkodási tanácsok mellett az egészségtudatos étkezésre is felhívták a figyelmet. Az egészség az egy ajándék, amiért tenni kell és tenni lehet. Ez az utóbbi a csoda, hogy tenni lehet. És ebben a dologban a táplálkozásunk döntő szerepet játszik. Ugye az első alapkérdés, hogy mit eszünk. Itt hála Istennek a törvényi szabályozások, rendelkezések alapján azért egyre jobb minőségűek, különösen az eredeti magyar
élelmiszerek. Az igazi probléma ott van, hogy az étkezésnek az egyén tulajdonságait is követni kell, tehát nem mindegy, hogy milyen korban, milyen állapotban, milyen betegségek esetén, milyen stresszterhelés esetén mit fogyasztunk. És van most egy teljesen új dolog a tudományban, ez a kronológiai táplálkozás, tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, de milyen időpontban fogyasztjuk a ételeinket. Nem is az a lényeg döntően ma már, hogy mit eszünk, hanem mikor. Tehát nagyon fontos az étkezéseknek a pontos, közeli, precíz időtartama. Ezt úgy kell elképzelni, hogy általában reggel 6 és reggel 8 óra között reggelizünk alaposan. De lehetőleg olyan élelmiszereket és olyan ételeket fogyasszunk, ami majd a napi aktivitásunkhoz szükséges. Például ugye 8-9 óra körül elég magas a vérnyomásunk. Ekkor van a legnagyobb terhelésünk munkahelyen, egyebeken. Tehát föl kell készíteni a szervezetet, például gyümölcs-zöldség alapú táplálkozásra, de legyenek jelen a rostos gabona alapú ételek is a reggelinkben. Tehát nagyon sok mindent tudunk, reméljük, ez egyre inkább elterjed a társadalomba is. Ha egy élelmiszer olyan beltartalmi értékkel rendelkezik, aminek pozitív élettani hatása van, az funkcionális élelmiszer. Világosan tisztázni kell, hogy minden élelmiszer funkcionális. De ezen belül meg kell különböztetni azokat, amelyeket nem tápláléki, tehát kanál, villa szokásos ételformába fogyasztunk, hanem tabletta, kapszula, sűrítmény, oldat egyéb formában, amelyek olyan anyagokat juttatnak a szervezetünkben, amit normál táplálkozással vagy nem elegendő mennyiségben, vagy nem jól hasznosuló mennyiségben veszünk föl. Mert sose az a lényeg, hogy mennyit teszünk a szánkba, mi hasznosul abból a szervezetünkben. Tehát ezért van szükség úgynevezett táplálék kiegészítésre és funkcionális élelmiszerekre. Na most, ha az élelmiszer olyan beltartalmi értékkel rendelkezik, amelyhez élettani hatást, pozitív élettani hatást rendelhetünk, tehát például fokozza alvási tulajdonságainkat, emésztési tulajdonságainkat, csökkenti stresszes állapotunkat, akkor ezeket az ételeket, élelmiszereket funkcionális élelmiszereknek nevezük, és ilyen nagyon sok van már, hála Istennek, és a magyar gyümölcs-zöldség, tehát a növénytermelés alapanyagai ehhez jó alapot biztosítanak. Vannak ilyenek, élni kell vele, meg kell ismerni őket.